Jó estét kívánok, ez a Rekontra, a Pannon TV keddesti vitaműsora élőben. Mai témánk pedig szabad világban a szabad sajtó azt írja, amit szabad, vagy nem. Önök pedig ma este azt írják, amit gondolnak, ahogyan a Rekontrában megszokhatták, hiszen a véleményüket, kérdésüket megírhatják nekünk, amennyiben azok személyre nézve nem sértőek, akkor a műsorban beolvasom őket, a vendégeknek pedig lehetőségük lesz válaszolni rá, amennyiben élni akarnak ezzel a lehetőséggel. Már is mondom, hogy hol tudnak hozzászólni a műsorhoz, a www.facebook.com/rekontrapannon oldalon, illetve a www.pannon.rtv.com/chat oldalon. És még az elején elmondanám, mielőtt a vendégeket bemutatjuk, hogy kik azok, akik nem kerülnek majd bemutatásra, mert hogy nem kívántak eleget tenni a meghívásunknak, tehát a párbeszéddel nem kívántak élni. Bódis Gábor, Szerencsés Zsuzsanna, Pálics Márta, Ágoston András és Jégarai Béla, akik pedig itt vannak a stúdióban, tehát a vendégeink ma. Tóth Lívia, a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesületének elnöke. Szerinte a sajtószabadság nem csak az újságírókról, hanem a befogadó közegről is szól. Az újságírónak nincs becsülete. Egyesek kiszolgálónak tekintik, mások úgy gondolják, jobban értenek a munkájához, mint ő maga. Kik az egyesek és kik a mások? Hát akik úgy gondolják, hogy jobban értenek a munkánkhoz, mint mi magunk, itt én elsősorban közéleti szereplőkre gondolok, nem nagyon akarom szűkíteni a kört, politikusokra is, és nem mindig a legmagasabb szintről, hanem inkább lejjebb, tehát mondjuk egy-egy településen, önkormányzatban, városban. Köszönöm szépen, második vendégünk. Kókai Péter, az MND tájékoztatási bizottságának alelnöke. Szerinte a vajdasági magyar kisebbségi sajtó rezervátumban él. Míg a többségi sajtó azonnal cselekszik, a rezervátum sajtó mérlegel, félt és fél, meg akar felelni. A probléma az, hogy éppen ezt várják tőle. Mit mérlegel, mit félt, miért fél és kinek akar megfelelni? Jó estét kívánok! Önmagát félti, a saját közösségét félti, a saját kis érdekeit félti, legyen az közösségi, nemzeti vagy épp szűk kis csoportérdek, a fenyegető veszélytől félti, amely általában a többségi megnyilvánulás, vagy a többségi nemzetet jelenti. Sok kérdés volt, nem is tudom már, hogy melyikre nem válaszoltam. Majd a műsor folytatásában lesz lehetőség. Harmadik vendégünk. Öreg Dezső, az Újvidéki Rádió újságírója. Szerinte a szerbiai sajtó nagy része elpolitizált, különböző pártok, érdekcsoportok befolyása alatt áll. Véleménye szerint fel kell tenni a kérdést, mennyire őszinte a sajtó politika mentessé tételének meghirdetése. Ha már fel kell tenni a kérdést, akkor szinte benne van a válasz, hogy valószínűleg nem őszinte. Nem jól értelmezem? De igen, azt hiszem, hogy ez a legnagyobb baj. Ebben a szerbiai sajtóban, beleértve a kisebbségét és a többségét is. De azt hiszem, hogy erről is majd részletesen beszélgetünk még a műsorban. Köszönöm szépen, negyedik vendégünk. Bodzsony István, a Pannon RTV igazgatója. Szerinte a politikum és az újságírói társadalom krónikus szembenállása már 20 éve jellemző Szerbiában. Fontos a sajtószabadság, de az újságíróknak csak addig lehet szabadságot adni, amíg az nem lépi át az adott közösség értékrendjének határait. Vajdasági magyar közösség vonatkozásában hol vannak ezek az értékrendbeli határok? Ez kisebbségi érdek elsősorban, tehát nemzeti és kisebbségi érdek, és közösségi érdek, és egy ország érdeknek a része, de hát mivel, hogy mi több országban élünk, akkor ezt nem olyan egyszerű megfogalmazni. Köszönöm, a vendégeket látták, tegeződni fogunk ma, hiszen kollégák vagyunk, és mindjárt kérném az első mondatpárt. A mondatok pedig így hangzanak, a sajtószabadságnak is van határa, kérdés kiszabja meg. A hír szent, a vélemény szabad, még kisebbségben is. Kezdjük a sajtószabadság határával. Akár te, hiszen a te névjegyed ért itt véget. Sajtószabadság határa? Hát,
Abszolút sajtószabadság nincs, nem létezik. Van egy megálmodott sajtószabadság, amelyet olyanok hirdetnek, akik úgy gondolják, hogy sajtónak mindent szabad, mindent meg lehet írni, és nem lehet határokat szabni sem törvénnyel, sem etikai vagy más szabályokkal. Azt mondja, hogy ez egy kicsit túlzás, de lényegében ezeket a határokat megszabja az a közösség, ahol a sajtó működik. Ez a mi esetünkben a kisebbségi sajtóról van szó, hogyha vajdasági magyar sajtóról beszélünk, akkor ez a vajdasági magyar közösségnek az érdekképviselete valamilyen módon. Ez nem azt jelenti, hogy a kisebbségi sajtó nem lehet tárgyilagos, nem lehet hiteles, nem lehet friss, nem lehet aktuális, de ennek a közösségnek a keretünkből. Ma volt rögtön a Magyar Nemzeti Tanács Tájékoztatási Bizottsága, ahol te alelnök vagy, ma tartott a ülését, és hát az egyik napirendi pont kapcsán felmerült az, hogy egyáltalán lehet-e a sajtó tárgyilagos, mert hogy emberek írják, és ennél fogva egyáltalán nem lehet szó szerint tárgyilagos, hiszen minden mögött ott áll az ember. Erről van szó, pusztán ennyi? Hát ott áll az ember, illetve én úgy fogalmaznék, hogy ott áll az érdek, a sajtószabadság határa. Tehát ha már definíciószerűen nézzük a kérdést, van-e a sajtószabadságnak határa, azt gondolom, hogy elég egyértelműen az a válasz, hogy igen, van határa. Tehát kicsit ugyanazt fogalmaztam meg, mint a kolléga, csak máshogy. A kérdés az, hogy ki, hol és hogyan szabja meg ezt a határt. Én ezt lehet, hogy túl pragmatikusan látom, de úgy látom, hogy a sajtó mögött mindig és mindenhol a világon érdek áll, amely megszabja a szerkesztés politikát. Egész pontosan annak a sajtónak van gazdája, van tulajdonosa, van alapítója, nevezzük bárhogy, akinek van érdeke. Na most ez az előbb közösségi érdekről beszéltünk. Az is érdek. Mondjuk azt, hogy talán még ez a közösségi érdek a legnemesebb érdek, ha egyáltalán szabad ilyen jelzőket használni, de azt gondolom, hogy az az érdek, ez háromféle lehet. Gazdasági, politikai és közösségi érdek. Nem tudom, belebonyolódjak-e abba, a gazdasági érdek az elég világos és egyértelmű, az profitot. Majd a második mondat jó, pár után. Jó, Dezső? Itt több mindenről szó esett, a többi között István emlegette az etikai mércéket. Én felemlíteném az etikai kódexet, ugye, amely minden újságíró egyesületnek van, és arról is szó esett, ugye, hogy közösségi érdek. Na most mi a közösségi érdek? Mi a kisebbségi közösségi érdek? Az én véleményem szerint, mély meggyőződésem szerint a kisebbség érdeke az, hogy a sajtó szabad legyen, és megírjon mindent, amit meg kell írnia. Mert ha letagadunk, elhazudunk, elmismásolunk bármit, ami a közösségre vonatkozik, azért, mert esetleg félünk, mert öncenzúra van, mert úgy gondoljuk, hogy ezzel magunknak könnyebbé tesszük az életünket, akkor nem csinálunk igazi újságírást, nem olyan újságírást csinálunk, amely valóban a közösség érdekét szolgálja. A közösség érdeke az, hogy elhangozzon az igazság, hogy pontosan föl tudják mérni, most sarkítok egy esetleges választás esetén, hogy kire érdemes, miért, mert ki hoz hasznot, jót annak a közösségnek. Nem biztos, hogy azok, akik azt mondják, hogy csak mi vagyunk az egyedüliek, akik a közösség érdekét képviseli, és most nem akarok belebonyolódni a pártok közötti harcba. Livi? Én úgy gondolom, hogy a sajtószabadságnak a határát épp maguk az újságírók szabják meg, tehát hogy ez az újságírónak a fejében dől el, hogy ő szerinte hol van a sajtószabadságnak a határa, és mi az, amit le akar, vagy lemer, leszándékozik írni akár az újságban, akár elmondhat az elektronikus sajtóban. Na most, hogy ezt miért gondolja úgy, hogy valahol megszab önmagának egy határt, hogy erről akarok beszélni, erről nem, vagy erről ennyit akarok, és többet nem. Ez persze már igen, ez lehet érdek, lehet akár nem akar belebonyolódni, lehet lustaság is,
Lehet az, hogy valami fűződik hozzá, tehát akár én itt arra gondolok mindig, hogy mi annyira kevesen vagyunk itt Vajdaságban, hogy mindenki mindenkit ismer. Hát a politikusaink, a barátaink, akikkel együtt küzdöttünk a 90-es években, együtt jártunk béketüntetésekre. Most ők a városelnökök, a pártelnökök. Néha az van, hogy inkább barátilag figyelmezteted és elmondod neki, hogy mi a kifogásod, mint hogy azt megírja. Tehát én úgy gondolom, hogy az újságíró fejében dől el az, hogy hol a sajtószabadságnak a határa. De Péter a rezervátum sajtó kifejezést használta. Hát látványosan gyorsan eljutottunk odáig, ahova gondoltam, hogy el fogunk jutni. Igen, itt ez a rezervátum sajtó kifejezés, ez nyilván végig fog vonulni itt legalábbis az én gondolatmenetemen a témával kapcsolatban, és hát hogy is mondjam, áruljuk fel a közönségnek azt, hogy tanárnő én készültem. Tehát nagyon röviden a bevezető az, hogy pontosan erre a témára néhány évvel ezelőtt engem felkértek, hogy írjak egy írást, vagy osszam meg a gondolataimat, és én azért szerettem volna, hogy vázlatosan, kivonatosan ezt megtehessem, hiszen ugye most olyan dolgot teszek, amit nem szabad, idézem a klasszikust, azaz önmagam. Hiszen ennél pontosabban, mint ahogy akkor, amikor ott ezen törtem a fejem, úgyse tudom megtenni, úgyhogy el fog érkezni az a stratégiai pillanat, amikor előrántom azt a dolgot, ami azt gondolom egyébként még ennyi a bevezető, ami azt gondolom, hogy hát egyrészt azt gondolom, hogy rímel mindezzel, ami eddig elhangzott, másrészt azt gondolom, hogy aféle vitagerjesztőnek is meg fogja tenni. És essünk rajta túl, ígérem, megpróbálok gyors lenni. Tehát rezervátum sajtó a címe az írásnak. És nem elejétől végig olvasom. Köszönjük. A rezervátumot, mint tudjuk, azért hoztuk létre, hogy abban a maradék és még ki nem írtott indiánok békességben és nyugalomban éljenek és élhessenek. Ennek megfelelően, amíg életben tartózkodó kedves indiánok szinte idilli békességben és nyugalomban éldegélnek a rezervátumokban, vagy legalábbis ezt a rájuk erőltetett képet alakítják ki róluk. Elpipázgatnak a tábortűz körül, körbetáncolják a totemot, vigvamot építenek, néha egy-két vidám bölényvadászat és ennyi. Egy rezervátumban nincs probléma, nincs feszültség, nincs háború, nincs törzsön belüli torzsalkodás, veszekedés, civódás sem. Mitől is lenne, mikor épp az a lényeg, hogy a rezervátumban mindenki jó és boldog. A rezervátum sajtó pedig az, amelyik ezt a hamis és hazug képet közvetíti ki a nyilvánosság felé. További részlet. Igen, ha valahogy meg lehet fogni és meg lehet fogalmazni a vajdasági magyar kisebbségi tájékoztatás rákfenéjét, akkor a legtalálóbb megközelítés talán ez. Tipikus rezervátum sajtóként működünk, számtalanszor tapasztalom ezt kollégáimon is, de hadd tegyem hozzá, ezeknek a kollégáknak a védelmében ez egy általános elvárás is velük szemben. Korrupt politikus, önkényeskedő igazgató, törvénnyel való visszaélés, vagy akár csupán egy pocsék színházi előadás. Csupa olyan témák, amelyekre a többségi sajtó egymást taposva ugrik, fel sem merül a megírjuk-e vagy ne dilemmája. A rezervátum sajtó pontosan ellentétes irányban és módon működik. Az első reakció a mérlegelés, a töprengés, a féltés vagy félelem, majd a leggyakoribb esetben a mindebből következő nem cselekvés. A korrupt politikusról azért nem kell írni, mert a miénk, az önkényeskedő igazgatóról azért nem, mert esetleg hatalma van és visszavághat, a színházat még megint csak nem szabad bántani, mert hát az is a mi színházunk. Vagy félünk, vagy féltünk. Magára ismert valaki, Pannon RTV, Újvidéki Rádió, Hét Nap. Van ebben sok igazság, amit leírtál. Egy óriási kérdés az hogy mit értünk rezervátum alatt. Nagyon nehéz meghatározni egy sajtó szerepét, hogyha nem határozzuk meg előtte, hogy milyen közösséget képvisel, vagy milyen közösségen belül működik. Ez az egyik kérdés. A másik kérdés az, hogy valóban a sajtószabadság csak abban merül ki, a politikum és a sajtó viszonyában merül ki. Nem, hát itt beszéltünk igazgatókról, színházról is. Tehát mondjuk rá hatalom és sajtó. Vagy a sajtószabadság az valami többet is jelent, amikor arról beszélünk, amit a Livi mondott, hogy hát az újságíró is meghatározhatja a sajtószabadságnak a határait, hogyha kikerülve
ezeket az akadályokat, sok olyan témát vet fel, amelyek nem biztos, hogy csak a politikummal vagy a hatalommal vannak összefüggésben. Más szóval azt akarom mondani, hogy tehát maga az újságíró kellene, hogy megszabja azokat a témákat, azokat a kereteket, amelyek között mozoghat az ott közösségen belül. És természetesen azt kell mondjam, hogy igenis én is hiányolom. Tehát van ebben sok igazság, hogyha a mi emberünk, akkor kell-e bántani. Hogy több kárt okozunk-e azzal, hogyha elmondjuk, hogy valaki valamit rosszul csinál. Csak egy példát mondok, a hírszerkesztőnk, az Anna Mária múltkor írt egy, a Magyar Szóban egy elmarasztaló kritikát egy színházi előadásról, és abból egy elég komoly, hogy is mondja, nem botrány lett abból, de komolyan igen, hogy mély bántja ő a Magyar Színházat. Hát azért, mert valószínűleg... Mert a mi kutyánk kölyke, akkor tessék nem bántani. Nyilván a politikusok is elvárják, hogy így viselkedjünk velük szemben. Lévén? Én úgy látszik, hogy öregszem, mert nem rohanok most már fejjel a falnak, mint mit tudom én 20 évvel ezelőtt. Én most már úgy gondolom, hogy a mérlegelés az egyáltalán nem egy rossz emberi tulajdonság. Lehet, hogy ha sokkal előbb beszélgetünk, akkor nem ezt mondtam volna, de most már azt hiszem, hogy nem baj az, hogyha az ember mérlegel, mielőtt belevág egy témába, vagy mielőtt leír valamit. Említetted, Péter, a többségi sajtót, hogy ők gondolkozás nélkül megírják azt a rosszat is. Figyelj, ők vannak elegen. Ha ők kinyírják egymást, és most nem fizikai leszámolásra gondolok, van, aki a helyükre áll. De mi, ha erkölcsileg, becsületben, bárhogy ellehetetlenítjük egymást, akkor nem biztos, hogy lesz, aki folytatja ezt a munkát. Tehát én ezért is vagyok egy kicsit a mérlegelésnek a híve, és annak a híve, hogy talán, mivel amit mondtam, hogy mindannyian ismerjük egymást, talán próbáljunk meg először figyelmeztetni, elbeszélgetni, elmondani a magánemberként a véleményünket. Én egyébként azt tapasztaltam, hogy sokan megfogadják is, és hajlandóak is végig hallgatni, és sőt, még ne adj Isten, esetleg még úgy is csinálnak ezt-azt. És akkor talán elkerülöd azt, hogy ilyen azonnali kirohanásokat mondom, de úgy látszik, tényleg most levontam a következtetés, hogy úgy látszik, öregszem is. Benül a fejem lágya egy kicsit. Csak egy kérdés. Szerinted mi a rossz? Ki határozza meg azt, ami rossz? Mert ha valaki korrupt, lop, gyilkol, akkor az egyértelmű, hogy... Az egy dolog, igen. De van egy elég tág mozgásterület, amelyben nagyon nehéz meghatározni, hogy mi az a rossz. De az ilyen dolgokra vagy is... mi a jó, korrupció, persze. Meg most a gyilkosságra azért ne térjünk ide, de mondjuk korrupt-e a politikus, lopott-e, bűnözött-e, vagy az igazgató. Nagyon sokszor hajlamosak rá, hogy bizonyítékok nélkül kirohannak ezekkel a témákkal, és ez inkább a többségi sajtóra jellemző, amit már én nagyon bulvárosnak is tartok egyébként, és egyáltalán nem tartom jónak, és nem élvezem ezeket az írásokat. Hol vannak a bizonyítékok? Azért valahol mindenki, tehát én azt tartom jónak, hogyha valaki utána jár a dolgoknak, begyűjti a bizonyítékokat, és ha tényleg bebizonyosodik, hogy valaki korrupt, vagy lopott, vagy csalt, akkor én is azt mondom, hogy akkor írjuk meg. Innen folytatjuk reklám. A szív a nagy pillanatok otthona. Minden lépéssel közelebb jutunk álmaink megvalósításához. Merjünk nagyot álmodni, és boldog pillanatainkat osszuk meg barátainkkal. Barátokkal, akik nem csak jóban, de rosszban is mellettünk vannak. Akiknek ünnepeinken a legjobb falatokat készíthetjük el a Báne konyháiban. Báne konyha bútorok. A minőség nem luxus. Luxprom. Mindent a hajnak. Egy hely, ahol megvásárolhat mindent, amire a hajának szüksége lehet. Fésűk, hajfestékek, samponok, mindenféle hajkozmetikum, valamint fodrásszalonokhoz szükséges eszközök és parókák. Üzleteinket megtalálhatja a Szabadkán a Korzó 9-es, valamint a Dimitriét Utcovics utca 2-es szám alatt. 024 559 059
illetve 064 12 08 126. Luxprom. Mindent a hajnak. Az egészségházában különféle általános és szakvizsgálatok, valamint diagnosztikai eljárások. Természeti beavatkozások, lézeres dioptria csökkentés, visszértágulás lézeres kezelése, kardiológiai és laboratóriumi vizsgálatok. Kutyazdrávja, az egészségháza, Szabadka, Zentai út 15, 024 55 75 75. Lívia, a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesületének elnöke. Szerinte a sajtószabadság nem csak az újságírókról, hanem a befogadó közegről is szól. Az újságírónak nincs becsülete. Egyesek kiszolgálónak tekintik, mások úgy gondolják, jobban értenek a munkájához, mint ő maga. Kókai Péter, az MNT Tájékoztatási Bizottságának alelnöke. Szerinte a Vajdasági Magyar Kisebbségi Sajtó rezervátumban él. Míg a többségi sajtó azonnal cselekszik, a rezervátum sajtó mérlegel, félt és fél, meg akar felelni. A probléma az, hogy éppen ezt várják tőle. Öreg Dezső, az Újvidéki Rádió újságírója. Szerinte a szerbiai sajtó nagy része elpolitizált, különböző pártok, érdekcsoportok befolyása alatt áll. Véleménye szerint fel kell tenni a kérdést, mennyire őszinte a sajtó politika mentessé tételének meghirdetése. Bozsóni István, a Pannon RTV igazgatója. Szerinte a politikum és az újságírói társadalom krónikus szembenállása már 20 éve jellemző Szerbiában. Fontos a sajtószabadság, de az újságíróknak csak addig lehet szabadságot adni, amíg az nem lépi át az adott közösség értékrendjének határait. Témánk tehát a sajtószabadság, a mai Rekontrában szóljanak hozzá műsorhoz, írják meg véleményüket, tegyék fel kérdéseiket a www.facebook.com/rekontrapannon oldalon, illetve a www.pannonrtv.com/chat oldalon. Folytatjuk innen a stúdióból, kérem a másik mondatpárt. A mondatok természetesen nem szerkesztőségünk álláspontját tükrözik, igyekeztünk a közvéleményben leginkább jelenlevő gondolatokat összefoglalni a műsorban. A mondatok így hangzanak: szabadság egyenlő függetlenség, függetlenség, na ne röhögtess. Lehet hozzászólni, van-e független sajtó, van-e szabadság ilyen értelemben a sajtón belül. Tiket meg ott hagytátok abba, hogy... Akkor Dezső, jó. Igen. Igen, István már szólt arról, azt hiszem azzal kezdted a mondani valódat, hogy igazán független sajtó nincs. Valóban nincs, bizonyára nincs, mert mivel hogyha valaki anyagilag függ valakitől, már pedig a sajtó anyagilag függ valakitől, akkor az a valaki, aki a pénzt adja, az jogot formál arra, hogy beleszóljon a sajtópolitikában, és legalábbis Közép-Kelet-Európában ez így funkcionál, én ezt így látom, nem csak Szerbiában, hanem a szomszédban is. Az, hogy a BBC-ben milyen szabályok vannak, azt hiszem azoktól a mércéktől még nagyon-nagyon távol vagyunk, és hogy a társadalom elfogadja, hogy igenis a sajtó megírhatja mindent. Tehát igazán független sajtó nincs, de én azt vallom továbbra is, ennyi sok év után, mert 30 év óta vagyok újságíró, hogy törekedni kell erre a függetlenségre, harcolni kell ezért a függetlenségért, és ismét hangsúlyozom, azért, mert mély meggyőződésem, hogy ezzel tudunk annak a közösségnek segíteni, amelyik közösségnek mi írjuk az újságot. Tehát a vajdasági magyar közösségnek csak az őszinte, becsületes, tiszta újságírással tudnánk igazán segíteni. Azzal, hogy mi is másolunk, hallgatunk, ahogy elhangzott, hogy mérlegelünk,
elhallgatunk, mert az is elhangzott, ezek a szavak is itt, szerintem ezzel igazán segíteni a közösségnek nem tudunk. Míg reklámoztunk, addig arról beszélgettetek, hogy miért kellene azt megírni, hogy minden reggel föl kell a nap, így fogalmaztál, inkább azt írjuk meg, ahol gond van, ahol baj van. Sajnos az újságírás lényege az, hogy a rossz hír az a hír. A jó hír az nem hír. Az, hogy reggel fölkelt a nap, azt nyilván nem fogjuk bemondani a reggeli híradóba. Ha ne adj Isten, nem kell föl reggel a nap, azzal fogjuk kezdeni az összes híradót egész nap. Nem tudnék ezzel teljesen egyetérteni, hogy bár nyilván vannak itt árnyalatokról beszélünk. Tehát az, hogy minden a fel kell a nap, nyilván nem kell megírni, de a jó hír is hír. Tehát egy kisebbségi közösség számára... Igen, azért mondom, hogy itt árnyalatokról van szó, hogy nem tudom feltételezni, hogy mire gondoltál, de számunkra pont a kisebbségi sajtó számára nagyon fontos a példamutatás, az útmutatás, nagyon fontos az, hogy a közösségi életet valamilyen módon megfelelő inger éri a sajtó részéről, hogy fejlődjön, hogy erősödjön. Pont ezért visszatérnék az előző témára, hogy nem abban van a sajtószabadság, hogy én neki mehetek egy politikus, nem csak abból áll a sajtószabadság, hogy én kritizálhatok egy politikust, vagy nem. A sajtószabadság egy sokkal szélesebb fogalom, és csak mondok egy-két dolgot, ami beletartozik, és amiről nagyon ritkán beszélünk, az a tudás és a szakmaiság. Tehát ki tud élni a sajtószabadsága? Aki jól dolgozik. Jó, akkor mindjárt Pétert kérdezném, viszont először hozzád egy kérdés, hogy a kisebbségi sajtó, vagy ez nem csak a kisebbségi sajtó sajátja kell, hogy legyen az oktatás, a nevelés, a pozitív jövőkép nyújtása, de itt meg akkor teljesen ellentétben vagyunk azzal, amit Péter állít, hogy egy idillikus, boldog képet festünk saját magunkról ebben a rezervátum sajtóban, ami végső soron úgy, olyan formában, ilyen mértékben nem igaz. De könyörgöm, miért idillikus lenne? De nem, most nyilván nem vitatkozik. Ketten nevelem beszélnek. De miért lenne idillikus kép az, hogyha Pannon RTV-ben vagy a Hét Napban, teljesen mindegy, naponta beszélünk arról, hogy szaporodni kell. Naponta beszélünk arról, hogy a gyerekeket magyar iskolába kell iratni. Naponta beszélünk arról, hogy elejét kell venni a lopásoknak, az erőszaknak. Tehát ez mind olyas valami, ami a többségi sajtót nem érdekli. Az előbb szóba került a politika. Miért ne foglalkoznánk a politikával és végeredményben, akár a VMS-szel, vagy bármelyik vajdasági magyar párttal? Mikor láttatok ti választási periódusban szerb sajtót beszámolni a magyar pártok aktivitásáról? Nem érdekli őket. Miért nem érdekli őket? Mert az ő közönségüket ez nem érdekli, nem fognak ezzel foglalkozni. Tehát ki fog ezzel foglalkozni? Hát nyilván a kisebbségi sajtó fog ezzel foglalkozni. De még ezer példát fel lehetne érkezett mutatni. Közben egy hozzászólás, beleessünk abba a hibába, amit a magyarországi sajtó a határon túliakról mond és mutat. Az erdélyek, felvidékiek, vajdaságiak csak abból állnak, hogy hímzett ruhában néptáncot járnak, mert ez vidám, az nem fontos, hogy szegénység van, hogy milyen iskolába járnak. De ez nem így van. Hát akkor hogy van? Ja Istenem, hol is kezdjem, Ádámnál és Ivánnál. Ugye a hatalom megosztás Montesquieu-i elve mondja azt, hogy három ágra kell osztani a hatalmat, ez a törvényhozó, a végrehajtó és az ellenőrző, ha nem tévedek, igen, vagy igazságszolgáltató, hogy ne történjen hatalom koncentráció. Na most erre építették rá úgymond negyedik hatalmi ágként idézőjelben a sajtót. Sajtónak társadalmi funkciója van, és a társadalmi funkciója az, hogy a mindenkori hatalmat kontrollálja és ellenőrize, és így módon gyakorolja a közvélemény kontrollját. Valahol erről beszél Dezső. Valahol nem erről beszél a Pista, de nem érzem az ellentmondást, hanem azt érzem, hogy az éremnek a két oldalát világítjuk meg. Egy fél szóval nem tudnám cáfolni azt, amit te elmondtál, azt gondolom, hogy ez mind pontosan így áll, viszont az élem másik oldala pedig ez. Tehát ilyen funkciója is van a sajtónak. Hát igen, persze.
Csak itt van egy érdekes dolog, hogy egy magyar vajdasági magyar közösségnek, én mindig ide kanyarodok vissza, mert ebben élünk, hogy vajdasági magyar közösség számára mit jelent a hatalom? Melyik hatalmat kell nekünk ellenőrizni? Nyilván van egy országos hatalom, egy tartományi hatalom, egy városi hatalom. De én azt érzem, hogy az egyik, igen, hogy az egyik elvárás éppen az, hogy a vajdasági magyar újságíró a saját vajdasági magyar politikusokból álló hatalmat ellenőrizze, kritizálja. Is. Uh-huh. Nem csak. Így van. Hát azért mi részesei vagyunk a szerb államnak. Így van, teljesen. Érkezett egy hozzászólás mindjárt, az országos hatalomra nincs hatása kisebbségi médiának, senki nem figyel rá, akkor miért piszkáljuk az országos hatalmat, miért nem a kisebbségit? Ebből sem tudok egyetérteni, hogy a kisebbségi politikumra egyáltalán nem figyelnek rá a többségi sajtó. Aki olvas belgrádi sajtóorgánumokat, nem gondolok itt a bulvár sajtóra, amiről Lívia beszélt, azt tényleg, azt nem is kell figyelembe venni. De mondjuk komoly újságokat, vagy komoly tévéállomásokat, vagy komoly rádióállomásokat, gondolok itt mondjuk a Politikára, Darasra, B92-es, stb. Figyeljük meg, hogy időről időre bizony a vajdasági magyar politikusok vendégként szerepelnek, nagy interjúk jelennek meg velük. A NIM-ben olvastam pásztorral nem egy interjút, a B92-ben láttam mindkét pásztort nem egyszer. Szóval azt akarom mondani, hogy az azért nem állja, hogy egyáltalán nem figyelnek. Az nem igaz, persze. Igen, úgyhogy. A másik dolog, amit te mondtál, hogy természetesen, hogy oda kell figyelni arra, hogy népszaporulat, hogy magyar iskolák, hogy magyar művelődés, stb. Természetesen, hogy oda kell figyelni. Emellett azért oda kell figyelni az országos dolgokra is, mert könyörgök szépen, az a nyugdíjas, az a köztársasági parlamentben fog eldőlni, hogy meg lesz-e a nyugdíjemelés, vagy nem lesz meg a nyugdíjemelés. Azt akarom mondani, hogy nekünk abszolút oda kell figyelni az országos dolgokra is, hiszen mi vagyunk az egyedüli sajtóorgánum, sajtószerv, aki tájékoztathatja magyarul a vajdasági magyar embert arról, ami életbe vágóan fontos, mert abból kell reggel kenyeret adni a gyereknek, tejet önteni a pohárba, hogyha még ezt a tejet lehet inni. Mondom, erre is oda kell figyelni, hogy milyen tejet iszunk. Azt akarom mondani, hogy rosszat. Én ahhoz az előző hozzászóláshoz csak annyit fűznék, bár ez is már valahol elhangzott, hogy én egyáltalán nem tartom ezt helyén való megállapításnak, hogy a vajdasági magyar sajtó csak a népviseletről, meg a ezekről a különböző rendezvényekről ír, mert ugye hát épp nem arról beszélünk, csak azzal a példával éljek, nem arról beszélünk, hogy jaj, de sok magyar gyerek milyen boldogan jár az iskolákba, hanem épp arról beszélünk, hogy két gyermek van egy magyar osztályban. Tehát rámutatunk a problémákra. Na most az, hogyha van egy szép rendezvény Vajdaságban, vagy akár ugye én a Bánáttal nagyon sokat foglalkozom, ahol sokkal nehezebb az ottani magyaroknak megtartani a saját hagyományaikat, az értékeiket. Ha most beszámolunk egy ilyen rendezvényről, ahol összejönnek több százan, és akkor persze, hogy a népviseletnek a táncok, meg a dalok kerülnek előtérbe. De nem csak ebből áll a vajdasági magyar sajtó, és azt hiszem, hogy ezt többen mondjuk itt, hogy ez nem így van. És én visszatérnék még egy pillanatra csak a függetlenségre, mert azt úgy valahogy nagyon úgy gyorsan elsiklottunk ettől. Függetlenségről ábrándozhatunk majd akkor, amikor meg tudunk élni a kisebbségi magyar sajtó, vagy bármilyen kisebbségi sajtó megél majd a piacról. De hát azt hiszem, hogy ez egy olyan idillikus állapot, amit mi már nem érünk meg, mert ha majd annyi lapot el tudunk adni, annyian leszünk, hogy megvásárolják és megél a sajtó a piacról, akkor mondhatjuk azt, hogy na akkor most lehet, beszélhetünk a függetlenségről. De mitől nem szabad, hogy valhatja magát valaki függetlenség, de mitől? A közösségétől, és azt hiszem ezt már te is említetted valamilyen szinten, hogy nem lehet független az újságíró a saját közösségétől. A közösség pedig nem a pártok. Erre jön a harmadik kártya, épp erre a mondatra, kérném. Megkapja szót mindjárt, harmadik kártya. A mondatok tehát, az újságíró társadalmunk nagy része nem tud nemzetben gondolkodni.
Nemzetben gondolkodni nem ugyanaz, mint pártban. Itt hagyta abba. Igen, úgy látszik, egy picit előre szaladtabb, de tulajdonképpen igen, ezt akartam, hogy nagyon rossz az, hogyha akár most ugye beszéljünk csak a mi közösségünkről, ha a délvidéki magyarságot a pártokkal azonosítjuk. Tehát ez egyáltalán nem így van. Jó, de ezt ne hagyjuk figyelmen kívül, hogy közben van egy réteg, amelyik folyamatosan azt állítja, hogy nemzetben gondolkodnak ők is, csak másként pártpolitikától elvonatkoztatva, mit mondjuk a Magyar Nemzeti Tanács által alapított médiumok nem tartanak be. Dezső. Most ki kell tenni arra is, hogy a kisebbségi pártok esetében ők kisajátítják a jogot, hogy a nemzetben gondolkodás az csak, hogy hívják, csak rájuk tartozik, és ebbe van is valami természetes, hiszen a nagy országos polgári, vagy nevezzük, nagyon tudom, hogy nagyon sokan mondják, hogy szerpártok, azok nem fognak erre így kitérni. A választási kampányban mennek a kisebbséghez, stb. De azt akarom mondani, hogy vannak olyan témák, amit a kisebbségi pártok egyszerűen, abból kifolyólag, hogy kisebbségi pártok egyszerűen nem tudnak teljes egészében zászlóra tűzni, és ezt ki is hordani a nagy országos pártokkal való szövetkezés nélkül. Gondolok itt mindenekelőtt a szociálpolitikára, a nyugdíjakra, a munkanélküliség orvoslására, stb. Azt hiszem, hogy ezek olyan témák, amelyeket közösen kell, én nem mondom, hogy melyikkel, de valamilyen nagy országos párttal közösen kell. És ez hogy kapcsolódik most a sajtószabadság témájához, amit mondasz? Itt arról volt szó, nem? A kérdés az, hogy nemzetben gondolkodni nem ugyanaz, mint pártban. Én erre válaszoltam. Ez érdekes, amit a Dezső mond, és valahol visszakanyarodunk annak a megcáfolásához, amivel a Péter kezdte. Tehát, hogyha ami igaz, amit te mondasz, már pedig igaz, hogy a kisebbségi politikum az nem elvonatkoztatható az országos politikumtól. Tehát a VMS, VMDK, bármely, ő része a szerbiai politikai életnek, de része a vajdaságinak, és része a közösségi politizálásnak is. Akkor lehet, hogy párhuzamot lehetne vonni, hogy akkor a kisebbségi sajtó is része valamilyen módon az országosnak, a tartományon, a regionálisnak és a közösségének. Jó, beszéljünk nagyon konkrétan, melyik pártól, melyik érdekcsoporttól függ a Magyar Szó, a Pannon RTV, ha függ, az Újvidéki Rádió, a Hét Nap. Magyar Szó a Magyar Nemzeti Tanács alapítása alatt áll, a Magyar Nemzeti Tanácson belül a VMS-nek van túlnyomó többsége, ennél fogva ez a kettős név meghatározás, MNT és VMS meghatározza valamilyen módon a Magyar Szó szerkesztés politikáját. Több mondatban ennyi. Ki tudom én ezt fejteni tovább, de több mondatban ennyi. Ha tovább fejteném, majd megállítasz, akkor azt fejteném ki, hogy de alapvetően, legalábbis abban, hogy az MNT, mint alapító meghatározza a szerkesztés politika irányvonalát, alapvetően és önmagában kivetnivalót nem látok. Valahol a legelső felszólalásom alkalmával kezdtem el felvezetni ezt a gondolatot. Mindig áll mögötte, a sajtó mögött mindig áll egy tulajdonos, egy érdek, egy valamilyen érdek. Ha ez gazdasági érdek, akkor ez profitot és pénzt jelent, ez az érdek. Ha ez egy valamilyen típusú politikai csoportosulás, akkor ez politikai érdek megjelenítését jelenti. Kérem szépen, Washingtonban pontosan ugyanúgy, mint Szabadkán, vagy Vajdaságban, vagy Budapesten, nem vagyunk mi a világtól különbözőek. Igen, a tulajdonosi érdekcsoport mindig meghatározza a szerkesztéspolitika alapvető irányvonalait. Ezt gondolom, és semmilyen módon nem vagyunk kivétel, se jó, se rossz értelemben bárki mástól. Ezt mondhatnám én is egyébként, bocsánat, csak jó. Hogy hát Pannon RTV. Pannon RTV nem tudna élni legalábbis ilyen formában, ahogy most építjük a Pannon RTV-t, a Magyar Nemzeti Tanács által képviselt vagy elvégzett lobby tevékenység nélkül. És nyilván az MNT-n belül a VMS az a hatalom, az a kisebbségi hatalom, amelyiknek itt döntő szerepe van. Hogyha kivonnánk az MNT-t, a VMS-t az egész játékból, akkor mi maradna?
Akkor ezekben lenne... azt jelenti, hogy ezeknek a médiumoknak azokat a gondolatokat, elképzeléseket, irányvonalakat kell közvetítenie, és azokat kell elfogadottá tenni a közvélemény, a vajdasági magyar közösség minden egyes tagja számára, amelyeket ez a két név határoz meg, MNTV-MS. Nem. Szóval a hét napra, ugye, mivel most úgy látszik, mi hárman itt eléggé egy kosárba tartozunk, hogy így mondjam, tehát a hét napnál ugyanaz a helyzet, ugye az MNT az alapító, tehát minden, amit az előttem szólók elmondtak, az vonatkozik a hét napra is, és akkor lehet azt mondani persze, hogy a hét nap a VMS-ről írja a legtöbbet, ami szerintem igaz is. Na de nézzük már meg, hogy a magyar önkormányzatokban kik vannak hatalmon, tehát ahol a magyarságnak a sorsa függ, ott melyik párt van. Nyilván, hogy a VMS van, de ez nem jelenti azt természetesen, hogyha a másik magyar párt valami jót, pozitívat mond, cselekszik, tesz a magyarságért, hogy akkor arról nem számolunk be. Rosszat, ez akkor is beszámolunk. Jó, de most arról volt szó, hogy csak a VMS-nek a gondolatait vagy a programját kell közvetíteni. Egyébként engem az is érdekel, mindjárt beszélhetsz István, hogy miért van az, hogy általában arra ugrunk, hogyha magyar párt vagy magyar kisebbségi önkormányzat kerül szóba, mint a média nagy felügyelője, cenzora, beleszólója, és miért nem ugrunk arra, hogyha szerb pártoktól, vagy szerb akármilyen érdekcsoporttól érkezik ráhatás, mert hogy van ilyen, akár magyar szóban, akár Pannonban, akár hát hét napban mondjuk nem annyira jellemző, de vannak bepróbálkozások, és ott van az Újvidéki tévé is, hát az is egy érdekes dolog, mert hogy az éppen nem a magyar politikumtól függ, nem? Hát, az elején kezdett, hogy van gazdasági, politikai érdek, meg közösségi érdek. Ugyanilyen tulajdonolás is van, tehát hogyha a Pannon RTV, maradjunk a Pannonnál, közszolgálati feladatokat lát el, akkor nyilván nem tud a piacból élni, mert hogyha én azt mondanám, hogy piacból szeretném finanszírozni a Pannon TV-t, akkor nyilván nem ezt a műsorpolitikát folytatom, vagy folytatjuk, hanem lehet, hogy erotikus filmeket fogok éjszaka adni, és akkor majd még lakodalmakat fogok közvetíteni, és megélek a piacból. De hogyha az állam, vagy a hatalom, a tulajdon áll a média mögött, tehát nyilván vannak valamilyen elvárásai. Hogyha a vajdasági tévét nézed, annak most ebben a pillanatban az alapítója, ez még nem tiszta, nem kell belebonyolódni, de nyilván a demokrata pártnak van a legnagyobb befolyása arra, ami a vajdasági RTV-ben történik. A demokrata párt is az ő koalíciós partnerei döntik el, hogy ki lesz az igazgató, mit fognak csinálni, hogy fog az a média működni. Én még nem hallottam egyetlen egyszer se erről egy beszélgetést, hogy akkor a vajdasági tévét ki irányítja. Két dologra szeretnék reflektálni. Livia jó előbb még azt mondta, hogy majd akkor lehetünk önállóak, hogyha az eladott példányszám lehetővé teszi, hogy nyugodtan azt írjuk, amit akarunk. Ez soha nem fog bekövetkezni, viszont a kisebbségi tájékoztatás, nem is erről szól, a kisebbségi tájékoztatás arról szól, hogy pozitív diszkriminációt kell alkalmazni, és lehetővé kell tenni, vagy pedig nem kell lehetővé tenni. Akkor tessék kimondani, politikai döntést hoztunk, nem akarunk 24 órás magyar műsort a Vajdasági RTV-ben, mert nekünk nincs annyi pénzünk, akarunk 12-t, vége. Ezt akkor tessék kimondani. A másik dolog, amiről itt szó volt, hogy kinek az érdekeit mi, kit és miről írunk, ne felejtsük el, hogy a vajdasági magyarok fele nem megy szavazni. A másik fele elmegy szavazni, és annak a másik felének a fele szavaz magyar pártokra, tehát az egynegyede, a másik negyede, aki megy szavazni, az pedig nem magyar pártokra szavaz. Ezt, amikor írunk, ezt tessék figyelembe venni. Figyelembe vesszük ezt, tessék? Jaj, nem. Másra csak azt kell mondani, hogy ez a politikai realitás, ez van. Persze, de én most nem is veled, vagy nem is a Dezsővel szeretnék vitatkozni, egy megjegyzésem lenne, azt gondolom, hogy tulajdonképpen a kedves nézőkhöz. Én azt szeretném, ha végig gondolnák, és valamilyen módon önmagában mindenki megválaszolná azt a kérdést, amelyet én most felteszek. A kérdés az, hogy de ki legyen a sajtó tulajdonosa?
kérem szépen, a jelenlegi korlátok és lehetőségek között erre a kérdésre háromféle válasz adható. Gondolkodjon el itt mindenki, és utána nézők is hadd gondolkodjanak, amíg reklámozunk, utána eláruljuk a megfejtést. Reklám. Új kínálat az Elzett biztonsági zárszaküzletben Szabadkán. Kulcsok másolása és biztonsági rendszerek szerelése, zárbetétek és lakatok azonos kulccsal való nyitási lehetősége. Ezen kívül minőségi zárak, lakatok, zárbetétek, pántok, kilincsek, tolózárak, ajtó és ablakvasalás kis és nagy kereskedelme. Az Elzett Certa Kft. 12 éve az Elzett márkanév hivatalos forgalmazója. Szabadkáról bármely településre az AXE Express gyorspostával házhoz szállítjuk a megrendelt árut. Elzett Certa Kft. Szabadka, Priba utca 9, 024 687 050, www.elzettszó.rs, 024 687 050. Elzett egyenlő biztonság. Ha már úgy hozta a sors, hogy orvoshoz kell fordulnia, válassza a legjobb szakembereket. Belgyógyászat, kardiológia, ortopédia, neurológia, urológia, nőgyógyászat, műtéti beavatkozások, plasztikai és esztétikai sebészet, laparoszkópia. Érdeklődjön és egyeztessen időpontot a 024 571 067-es telefonszámon, vagy személyesen az Árszénél Csárnővity utca 13-as szám alatt. Dr. Evétovics Poliklinika. Café Prica, egy kávéház, ahol megpihenhet, egy ideig csak magával és barátaival foglalkozhat, és élvezheti a beszélgetés és lazítás pillanatait. Kávék és különböző ízűségek nagy választékával. Szabadkán a Korzó 9/2-es szám alatt az udvarban. Café Prica. Visszatértünk a Rekontrával, mai témánk Szabad világban a szabad sajtó, azt írja, amit szabad, vagy nem, és adtunk házi feladatot önöknek is, meg itt a vendégeknek is, hogy amíg reklámozunk, találják ki a feltett kérdésre a választ, miszerint ki legyen a tulajdonosa a kisebbségi sajtónak. Egyáltalán a sajtónak, ki legyen a tulajdonosa, de hogy még közérthetőbb legyen, át is fogalmazhattam a kérdést, ki legyen a magyar szó tulajdonosa. Na most én egy elfogulatlanul gondolkodó embernek tartom magam, szóba jöhet mind a három, tehát három ez a megfejtés, három lehetséges válasz adható jelen jogi keretek között erre a kérdésre. Lehet az állam, amely esetben az állam gyakorolja majd nyilván a ráhatását valamilyen módon, lehet a magántőke, tehát lehet egy magánszemély, vagy egy tőke csoportosulás a tulajdonos, illetve lehet a Magyar Nemzeti Tanács. Azt gondolom, hogy szabad erről nyugodtan beszélgetni, csak azt tessék valahol tudomásul venni, hogy mondom még egyszer, jelen körülmények között negyedik válasz nem létezik erre a kérdésre, és e közül a három közül kell választani, és megtalálni az úgymond legjobb, vagy legkevésbé rossz megoldást. Kérném a negyedik mondatát. Olvasom, kit érdekel a kisebbségi sajtó szabadsága, az országos úgyis maga alá gyűri. A sajtónk szabadságáról folytatott vitánkat is ellenünk fordítják. Ugye konkrétan arra gondoltunk, amikor válogattuk a mondatokat, hogy számtalan esetben, amikor közvélemény vagy a közvélemény egy része arról foglalt állást, hogy MNTV, MSZ cenzúrázik, akkor a szerb sajtó ezt bizony felkapta, a szerb politikum felkapta, és nem hiába beszélünk ma arról a tájékoztatásról és a médiáról szóló törvénytervezet kapcsán, hogy a nemzeti tanácsoktól meg kell vonni valamilyen formában a média alapítói jogokat. Ne csak bólogass, mond, ott voltál egy közvitán. Nem is szól, tudomásom szerint én olvastam a törvénytervezetet, úgy szól, hogy
hogy az igazgató tanácsok kinevezését kell másokra bízni, és hogy a nemzeti tanács nem lehet többi alapító, hanem alapítania kell, létre kell hoznia egy civil szervezetet, vagy valamilyen más szervezetet. Igen, erről beszélek, hogy valamilyen az lesz, formában. Igen, az lesz majd az alapító, és az igazgató tanácsnak csak az egyharmadát jelölheti, tudomásom szerint, a nemzeti tanács, ez a tervezet. Ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy ebből ilyen törvény lesz. Na most ebben van valami demokratikus kezdeményezés, de azt hiszem, hogy ha már a nemzeti tanács fog létrehozni egy szervet, ami az övé, és azt akarom mondani, hogy nagyon könnyű lesz ismét összehozni egy olyan igazgató tanácsot, amely tulajdonképpen továbbra is a nemzeti tanács abszolút befolyása alatt áll, úgyhogy ez egy ilyen kozmetikázás. Ez nem lényegi változás. Azt gondolom, hogy minden műsoridő korlátozott ez a miénk is, tehát ezzel nem visszaélve. Én azt gondolom, hogy van ennél fontosabb dolog, ha már épp a törvénytervezet a téma, van ennél fontosabb dolog, amelyről beszélnünk kell, vagy legalább szóvá kell tegyük, mert itt jelen esetben csupán idézőjelben arról van szó, hogy a tervezet úgy tervezi, vagy úgy irányozza elő, hogy a Magyar Nemzeti Tanács mint alapító, illetve a maga a tájékoztatási eszköz közé közbülső szervként beiktat egy alapítványt vagy intézményt, és az gyakorolhat majd alapítói jogokat. Ez egy kis cifrázás, vagy egyébként nem tudom milyen jelzőt használjak, de ez ennyi. De a lényeg az önkormányzati alapítású médiumok privatizálása. Hogy fontosabb, hogy fennáll az a veszély, hogyha ez a tervezet jelenlegi formájában életbe lép, hogy számos vagy számtalan, kicsi vagy nagy, többségében vagy kevésbé, magyarok által lakott településen, kisvárosban, nagyvárosban, a helyi, a lokális, amelynek a jelentősége egyre nagyobb. Tehát a helyi és a lokális, úgy elektronikus, mint nyomtatott tájékoztatási eszközök, tehát a városi rádiókról beszélek, a városi vagy önkormányzati közlönyökről vagy havi újságokról beszélek, tehát ezeket fenyegeti igazán veszély, ilyen értelemben fenyegeti most veszély a magyar közösséget, mert ez bizony egy megint csak nem elhanyagolható szempontja a sajtószabadságnak. Hát a sajtószabadságról egyáltalán akkor beszélhetünk, ha megvan az alapföltétele annak, hogy maga a sajtó megjelenje. Ha ezt a jogot megvonják tőle, na ez is bizony a sajtószabadság bizonyos és erős korlátozása. Ez nem nemzettől függő, ez nem kisebbségi, ez mindenkire vonatkozik. Így igaz. Ez a veszély ugyanúgy bár leselkedik a szerb nyelvűre, mint a magyar nyelvűre. Abszolút így igaz, csak a korsumliai rádió megszűnése nem érint engem. Igen. De nem, persze nem, csak mondom, de hát... Nem, hogyha megszűnik a korsumliai rádió, akkor helyette lesz még 300 szerbül beszélő más rádió. Hogyha megszűnik egy magyar orgánum, média lokális, vagy a Panon, vagy a Magyar Szó, nem lesz másik. Alapvetően helyi lapok privatizálásáról beszélek, de ennek már láttuk nagyon sok rossz példáját. Konkrét példát mondanék erre, egészen konkrétat, hogy volt már egy ilyen kezdeményezés, ugye, hogy az önkormányzatok nem lehetnek a helyi lapoknak az alapítói, és akkor alakítottak ilyen civil szervezeteket, egészen konkrétan mondom, Tordaiak klubja, Muzslaiak klubja, Csernyeiak klubja, ők adják ki a helyi lapot. Na most megnézhetjük, hogy az utóbbi időben ezek a lapok hogy jelennek meg, egyre ritkábban, mert nincs rá pénz. Pályáznak ezek a civil szervezetek, vagy kapnak rá pénzt, vagy nem. Megszűnt a helyi hozzájárulás nagyon sok községben. Abból se jut már nekik. És én látom, hogy főleg Bánátban, ahol egyébként is kevés a helyi sajtó, hogy egyre több lap nem jelenik már meg, vagy csak évente kétszer. Tehát amit te mondasz, hogy félő, hogy ennek tényleg ez lesz a következménye. A másik pedig csak nagyon röviden és nagyon egy mondatba vissza, hogy nem olyan utopisztikus dolog az, persze nálunk az, hogy majd mi tartjuk el a sajtot, de például Erdélyben, jó tudom, sokkal többen, tízszer annyian vannak, mint mink, vagy nem egészen, vannak már rá példák, hogy a lapokat az újságírók tartják el, brassói lapok például, magántulajdonban van, kisebbségi lap, megélnek. Persze némi pályázatból, de nem az államtól kapják a segítséget, némi pályázat innen, reklámok, stb., és meg tudnak élni. Persze nem 250 ezeren vannak, ugye, mint a mi vajdasági magyar közösségünk. Egy dologról nem szóltunk még, azt hiszem nagyon fontos lenne,
A tájékozódás egy teljesen új formája, gondolok itt az internetre, ami már minden versenyen kívül lesz. Itt tulajdonképpen egy ember egy számítógéppel egy halom információt közölhet, ami szétmegy a világba, ami mindenhol olvasható. Azt hiszem, erre is nagyon oda kellene figyelni, mert ha erről lemaradunk, akkor nagyon lemaradunk. A kisebbségi sajtóra különösen oda kell figyelni, óriási lehetőség szerintem. Közben érkezett egy nézői kérdés, azt írja az egyik néző, hogy minek ennyi magyar médium, senki nem olvassa, a piac sem tudja eltartani. Hát ez piac, igen, a piac ez kis piac, kicsi a mi piacunk, ez egyértelmű, és én sem hiszek abban, hogy így hamar az eladott példányszámból fogjuk eltartani 7 napot vagy a magyar szót. Itt a rádió és a tévé valamennyivel könnyebb helyzetben van, mert nagyobb a közönsége, de nincs közvetlen bevétele ebből. Egy dolgot elfelejtünk, nem beszélünk egyről, hogy az állam, a szerb állam köteles biztosítani a kisebbségi nyelven való tájékoztatást. Nekem jó, az de azért... ki lehet azt pipálni másképpen is? Tehát van egy fordítás oldal, bármi ezzel igen, az állam. De ne felejtsük el, hogyha létrehoztak, ugyanaz a szerb állam létrehozott egy rendszert, amelyben különböző nemzeti tanácsok gyakorolnak bizonyos jogokat. Én nekem az az érzésem, hogy amikor a magyarokról van szó, a magyar szóról, 7 napról, panonról, bármi kisebb lokális sajtóról, hogy a magyar nemzeti tanácsi teljesen egyedül maradt a finanszírozásban. Tehát megkapta a jogokat, de hozzá nem rendeltek pénzt. Mert hogyha a szerb állam létrehozta a nemzeti tanácsokat, és azt mondta, hogy igenis, ti gyakoroljátok például a sajtó feletti, vagy nem tudom én, a tájékoztatás, vagy média feletti valamilyen hatalmat, pénzt is kellene hozzáadni. Jó, de mire, mennyire? Erről se beszélünk. Ugyanolyan adókat fizető polgárok a magyarok is, mint bárki más is, hogyha joguk van a kisebbségi nyelvvel tájékoztatás, joguk van annak abból az adóból egy részre, hogy ez a tájékoztatást fenn lehessen tartani. Sőt, abszolút jogos a követelmény, hogy pozitív diszkrimináció alkalmazásával arányaiban többet kapja, mint amennyi az általa befizetett adóformájában az államkasszához hozzájárult összeg. Ruszinoknál, vagy nem, igen, akik igen, számbelileg nagyon kevesen. Ott nem is lehet elvárni, ott komoly pozitív diszkrimináció nélkül nincs vége, igen. Hogy fogalmazott a kedves néző, hogy nem olvassa senki? Minek ennyi magyar médium, senki nem olvassa, a piac meg nem tudja eltartani. Hát én nagyon szomorú lennék, ha ez igaz lenne, hogy éppen senki nem olvassa, mert akkor miért vagyunk, miért dolgozzunk, miért írjuk a lapokat? Gondolom a néző is ezt kérdezi. És hogy sajtószabadság, hát ha jó, nem jó, de olvassa. Hogyha a néző, akkor beszéljünk arról is, hogyha a néző ezt írja, akkor gondolom, hogy utalhat arra, de lehet, hogy nem, akkor én utalok arra, hogy nagyon alacsonyak az eladott példányszámok a sajtó esetében, és itt most megint csak a magyar szót meg a 7 napot tudom felhozni, habár ez egy világtendencia, mindenhol csökken a nyomtatott sajtónak hát ha nem is az olvasottsága, de a fizikai megvásárlása már nem olyan iramba halad, mint mi. Szegény nézőt itt most kollektíven lerohanjuk, de én is erre szerettem volna reagálni. Kérem szépen, minek ennyi magyar iskola, ha nincs benne diák? Aha. Minek ennyi magyar színház, ha nincs néző? Tehát ez a gondolatmenet biztos, hogy a helyes irányba vezet bennünket? Nem. De figyelembe kell venni, tehát ezt nem lehet. De sokan vannak, akik így gondolják egyébként, hogy tényleg de minek. De ragaszkodunk, tehát pont arról beszéltünk, hogy kellenek a kisközösségi tájékoztatási eszközök, nem? Hát erről beszélünk, hogy ragaszkodunk, mert valahol mindegyiknek megvan a helye és a szerepe, meg a feladata. Csak meg kell találni, be kell őket valahol kapcsolni, meg kell találni ezeket. Csak így mondati erejéig visszatérnék arra, hogy ki legyen az alapító, ki legyen a kisebbségi sajtó. Elmondtad a lehetőségeket, ez rendben van, viszont, hogyha nem a Magyar Nemzeti Tanács, vagy nem a közösség, hanem a többség által uralta parlament, vagy a többség által uralta intézmények, akkor könyörgöm, milyen politikai erő fogja irányítani a kisebbségi sajtót? Tehát csöbörből, vödörből megyünk, hogyha sajtószabadságot veszük figyelembe. Akkor nem a Magyar Nemzeti Tanács fogja meghatározni, hogy ki lesz az igazgatóbizottság, vagy az igazgató, hanem a parlament. Az, hogy itt most kitalálunk alapítványokat, civil szervezeteket, ez játék. Hát a vajdasági tévé is önálló. Uh-huh. És ki határozza meg, hogy ki lesz az igazgatóbizottság? Szakmai mércék esetleg? Hát az igen.
mondjuk rá, az áll. Jó, lehet, hogy kicsit igen. utopisztikusan hangzik ebben a pillanatban, de harcolni érte talán még mindig érdemes, nem? Igen. Lépjünk egy kicsit más vizekre, mert hogy itt a nézőket leginkább ez a cenzúra, öncenzúra kérdése érdekli. Azt írja az egyik néző, hogy az öncenzúra néha erősebb, mint a hivatalos cenzúra lenne. Így van ez? Ezt nem értettem. Tehát az öncenzúra néha erősebb, mint a hivatalos cenzúra lenne. Csak épp a kifejezést és a terminust nem használtuk, az öncenzúrát, mikor elkezdtük legelőször is, amikor felolvastam a rezervátum sajtót. Ez a fajta mérlegelés, féltés, önféltés, közösségféltés, csoportérdekféltés, azt gondolom, ja igen, védőbeszédként mint annyit, én nem vádiratot fogalmaztam meg ebben az írásban, azt gondolom, legalábbis a szándékom nem ez volt, hanem diagnózist próbáltam meg felállítani. Tehát azt gondolom... Mármint a rezervátum sajtó. A rezervátum sajtóval. Tehát azt gondolom, hogyha igazán tükörben nézünk, kénytelenek vagyunk megállapítani, hogy bizony az újságírás univerzális szabályai mellett ez egy olyan plusz dimenzió, ez a mérlegelés kisebbségi létünk folytán, ami bennünk van. Na most ez a mérlegelés, féltés, félés, öncenzúra, ezek bizony nagyon-nagyon szinonima vagy rokon tartalmú kifejezések, és hát rettenetesen nehéz nyilván megtanálni az egyensúlyt, a helyes egyensúlyt. Jó, de hol van ott a sajtó hitelessége, hogyha 100-an elmentek mondjuk egy előadásra, maradjunk az előadásnál, 100 emberből 80 látta, hogy az semmit nem ér, hogy úgy rossz, ahogy van, már pedig vannak ilyen előadások. Ennek ellenére megjelenik a Magyar Szóban, Hét Napban, Pannonban, Újvidéki Rádióban, hogy hú, de egy csúcs szuper előadást néztünk mindannyian. Akkor térjünk vissza az eredeti kérdéshez, mi a sajtószabadság? A sajtószabadság az a tényeknek a szabad, hiteles közlése, kommunikációja. Tehát én nem mehetek bele abba, véleményt mondjak egy színházi előadásról, egy híradóban, hogy jó vagy rossz. Én elmondhatom a tényeket. Ki fogja megmondani, hogy az előadás jó vagy rossz? Az, hogy a következő előadásra nem 100-an fognak elmenni, hanem 20-an. De így is 100-an el fognak menni, mert hogy nem csak rezervátum sajtó van rezervátum van, közönség de nekem is. Az az van, de nekem az az érzésem, hogy mi mindig a sajtószabadságot a véleménnyel tesszük párhuzamba. Nem a tényekkel. Csak azért is el fognak menni, hogy megnézik, hogy tényleg olyan rossz-e. Én legalábbis ilyen vagyok, és azt hiszem, hogy sokan vagyunk ilyenek. Nekem azt tetszik, amit Péter mond, mert hogy van vélemény újságírás is, és nagyon sok lapot, nagyon sok műsort ez ad el. Vélemény, amely tényeken alapul. Sajnos nálunk az újságírásról pont ez a baj, hogy nagyon sok vélemény van tények nélkül. Uh-huh. Így van. És azt hiszem, hogy nem túlzok, ha azt állítom, hogy a vajdasági magyar sajtóban sajnos szinte egyáltalán, vagy alig-alig van oknyomozó újságírás. Mert az pénzbe kerül, mert az macerás, mert az sokáig tart, azt ki kellene tartani, úgyhogy mi valamilyen ilyen reprodukáló újságírók vagyunk, megjelentetünk, esetleg véleményt mondunk, kommentárt mondunk, elemzünk, de az, amit oknyomozónak neveznek a világban, aminek utána jársz, és azt mondod, hogy kérem, tények alapján azt mondom, hogy a Kolubarában ez is ez ennyit és ennyit lopott, ezért ekkor és ekkor, na ez a vajdasági magyar sajtóban vagyunk, őszintén. Abszolút hiányzik. De hát erre még, te mondtad, erre még egy heti lapnál sincs idő. Én heti lapnál dolgozom. Hát olyan nincs ma már, hogy egy újságíró 2-3 hétig, vagy nehogy Isten hónapokig foglalkozhat egy témával, mert közben 100 más dolgot is kell. Itt megint az van, hogy kevesen vagyunk. Van ebben, amit a Dezső mond, van ebben tudnék ezzel vitatkozni, dolgok. De van ebben sok igazság, hogy a kisebbségi sajtó, mert nincs megfelelő hírforrásra pénze, nincsenek emberei, akik oknyomoznának, ő arra fanyalodik azokra a tényekre, amit más hírügynökségek találnak ki, vagy hoznak le. Tehát ez egy nagy probléma a vajdasági magyar sajtó, kisebbségi sajtóban, hogy nincs önálló tényközlése. Nagyon beszűkült. Különben neked Anna Mária beolvasott, megosztom, csak megtaláljam. Igen, azt írja Anna Mária, aki ugye a vezető hírszerkesztő a Pannon TV-ben, és a Magyar Szóban ír a nézők kedvéért, mondom, véleményeket kritikusként, most meg a Rekontra társszerkesztője, hogy ő is vélemény újságíró, és a kritika tényeket is tartalmaz. Ezt kívánta veled közölni.
Jó, hát most erről tudnánk vitatkozni, de amikor híradót szerkeszt, akkor ő tényeket közöl, nem véleményt. Ő a tények nem a alapján, híradóra írta. Jó, de tények alapján, ő tud a Magyar Szóban, vagy valahol máshol írni véleményt, de a véleményeket is csak tények alapján írhatja meg. De egy színházi előadásnak a mikéntje, a minősége, az sok szempontból egy szubjektív kategória, nem objektív kategória. Keresem közben a nézőit, még igen, megvan. Az baj, hogy semmi érdekes nincs a magyar sajtóban, csak politika, így nem érdekel senkit. Egy nézőt meg az érdekel, hogy volt-e példa arra, hogy a politika közvetlenül beavatkozott a szerkesztés politikába. 2 percünk maradt, lehet rá válaszolni egyikre, másikra. Hát az egyikre így húzza a számot, csak nagyon rövid az idő, mert belemérnénk egy olyan... Kicsit túlmegyünk akkor. Belemérnénk egy olyan témába, amit szintén nem érintettünk, mert borzasztó izgalmas téma, ez, tehát a bulvár. Semmi érdekeset nem tudok olvasni az XY sajtótermékbe. Számtalanszor hallhatjuk, olvashatjuk vissza ezeket a jelzéseket, amelyekből, bocsánatot kérek a kedves olvasót, hogy kicsit visszadobom neki a labdát, amelyekből én sokszor bizony azt a megállapítást vonom le, hogy bizony-bizony a hír vagy média fogyasztási szokásokat már jelentős mértékben, hát jobb kifejezést nem találok, megmérgezte a bulvár. Arra vonatkozom, hogy mi az érdekes. Az érdekes az az, amit a kereskedelmi tévék műsor rengetegében is folyamában láthatunk, és ha ezt a típusú, tehát megszabta már az olvasói, vagy hallgatói, vagy nézői igényeket, és ha ezt a típusú úgymond érdekességet nem látja viszont, jelesül akár a Magyar Szóban, akkor az már unalmas. Tehát a bulvár hatása a közönség fogyasztási igényekre. Na, ez volt a címszó, amit szerettem volna körbejárni. Köszönöm. Én pedig a másik kérdésre nagyon röviden választok, volt természetesen. Aki azt mondja, hogy nem volt olyan, hogy a politika beleszólt, az hazudik, szerintem volt. Ennyi. Nem kívánom ezt részletezni. Pedig épp erre akartalak még kérni. Lejárt a műsoridő. Itt én köszönök. Dezsőtől kérnék még zárszót, meg Istvántól. Hogy volt-e a politikai beavatkozott? Hát biztos, hogy volt, de én szerintem nincs is annyira ráutalva a politika, hogy ilyen közvetlenül beavatkozzon és fölhívja valaki telefonon és megparancsolja, mint hogy az történt volt a kommunista időkben. Szerintem az újságírók, a főszerkesztők és a szerkesztők nagyon is föl tudják mérni, és az öncenzúra olyan fokát tudják alkalmazni, ami fölöslegesé teszi a politikusok durva beavatkozását. Hát az öncenzúrát milyen mértékig alkalmazod? Mivel, hogy a műsor végén vagyunk, én inkább nem a politikával foglalkoznék. Durva beavatkozás nincs. Nyilván elvárások vannak. De nem ezzel szeretném befejezni, hanem azzal, hogy szóljunk valamit az újságírókról is, valami jót. Tehát az újságírók döntő többsége igyekszik élni azokkal az eszközökkel, amit értünk szabad sajtó alatt. Igyekszik eleget tenni a közszolgálati feladatoknak, hogyha arról van szó, de nagyon nagy probléma, hogy sem a politikum, sem a közösség nem becsüli eléggé az újságírói szakmát. Az újságírói szakma már nagyon nincs megfizetve. Nem várhatunk el valakitől, hogy szabadságról gondolkozzon, hogyha havonta hazavisz 25-28 ezer dinárt, és ebből kell neki eltartani a családot. Tehát ahhoz, hogy jó sajtónk legyen, amely eleget tesz minden ilyen követelménynek, az sajnos részben sok pénzbe kerül, és még egy dologról nem beszéltünk, és most már nincs is rá nagyon idő beszélni, említetted a BBC-t, olyan törvényes háttér, szabályozás kell, ami biztosítja az újságírót és a médiumot, hogyha él a sajtószabadság eszközeivel, akkor holnap nem fogják kirúgni, nem fogják leváltani, nem fogják megvonni a fizetését. Köszönöm, hogy itt voltatok. Önöknek is köszönöm a figyelmet, a Rekontrát látták, jövő héten kedden este 8:30-kor várjuk Önöket ismét.